Nagy-nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Kós 2024 asztrológiai házak. Egy picit késtem ezzel a videóval, még decemberbe akartam kirakni, de egyszerűen időhiányban szenvedek mindig. Nos, egyes ház, egyes ház én vagyok. Ráadásul, mennyire fontos az egyes ház most a kosoknak? Persze, hogy fontos, hiszen az északi karmikus csomó most a kos csillag jegyben szerepel. Ráadásul, február, március és áprilisban a csodálatos bolygó a híron egyesülni fog ezzel a karmikus csomóval. Erről beszéltem a féléves videóban. Ugye? A Hiron ez maga a gyógyítás. Félig ló, félig ember, tehát valamilyen kettős dolog is bejöhet, beléphet az életünkben. Nos, na nézzük, nézzük. Mi csoda kártya. Hú, nagy 15-ös. Az ördög. A szenvedély. A tűz. Micsoda kártya? Mit lehet látni itt? Hm. Van itt szenvedély, van itt tűz, de ott vannak ezek a bizonyos tüskék, ugye? Tehát megsebezhet minket. Itt jöhet egy nagy szerelem, vagy valaki, valaki bele szerethet belénk, de nagyon. Lehet, hogy ez toxikus lesz számunkra, egyszerűen nem fog minket békén hagyni, ott fog állni az ajtónkban, folyamatosan bombázhat minket valaki üzenetekkel. Ó, micsoda. Na de, szedjük szét azért egy picit jobban ezt a kártyát. Van pozitív oldala is ennek a kártyának, és van negatív oldala is ennek a kártyának. A pozitív oldala a hatalom. A nagy pénz például. Tehát a kos, a kos lehet ilyen, hogy ő lesz a vezér. A kos amúgy is egy vezér. Tehát itt én nincs is miről beszélni. Viszont óvatosan, mert bele is sétálhatunk egy ilyen kis ördögi csapdába. Tehát ugye a függőségek ide tartoznak. Lehet ez. intim függőség. Egy finoman, ha akarom magamat kifejezni. Vagy. Vagy lehet ez ugye alkohol, vagy szerencsejáték. Hmm. Milyen kártyával kezdünk? Hmm. Még visszatérünk ide. Még visszatérünk ide. De van itt szenvedély. Van itt hatalom, van itt pénz. A nagy buli, a nagy szórakozás ide tartozik -e ez a kártyához, mint egy, mint egy nagy ö, ö, születésnap. Ugye, vagy, egy, vagy a szilveszter, ó, tipikus, tipikus ez a kártya. Nagy buli, tűzi játék, pezsgő, tehát van pozitív oldala is ennek a kártyának, tehát legyen ez pozitívum nekünk. Na, még visszatérünk, megyünk tovább. Kettes ház, ez viszont maga a pénz. Szerencse várható ezen a területen? Igen, hiszen a Jupiter a nagy szerencsének a bolygója, Ebben a házban tartózkodik, hogy a kosról van szó. Egészen május 26-áig, jó? Tehát a Jupiter adhatik nagy pénzt, nagy jövedelmet, nagyon jó fizetést, valamilyen prémiumot. Ráadásul áprilisban a Jupiter az Uránussal egy jó kis párost fog alkotni, ez egy váratlan nyeremény lehet, hogy ne? És az ördög, ez nagy pénz. Jó, és a Vénusz a Jupiterrel Megint csak nagyon jó párost fognak alkotni, május 23-án. A Jupiter a nagy szerencsének a bolygója, a Vénusz a kis szerencsének a bolygója, tehát várható itt valamilyen csodálatos, csodálatos, pénzes dolog. Uh -huh. Keihek, ez boldogság, ez öröm. Amikor kijön ez a kártya, akkor teljesül egy kívánságunk, teljesül egy álmunk, egy vágyunk, és ugye ez hercegnő, ez kezdés. Lehet, hogy tényleg kapunk egy új munkahelyet, ahol nagyon jól fognak nekünk fizetni. Például a kettes ház még maga az önértékelés. Tehát itt nőhet az önértékelésünk, jobban fogjuk magunkat szeretni, becsülni. És ezért lehet, hogy a munkánkért több pénzt fogunk kérni. Mm. Nagyon jó, nagyon jó ez a kis kártya, de hát a legelső kártya már megmutatta, hogy jó pénzt kapunk. Tehát a lehetőség itt van, mert ennek a kártyának sok pénze van, nagy pénze van. Hm. Megyünk tovább. Hármas ház. Ház. A kommunikáció például ide tartozik, az utazás, főleg a belföldi utazás ide tartozik, a tanulás ide tartozik ez a szférához, a közvetlen környezetünk, a szomszédok, a testvérek ide tartoznak, hármas ház, és egy hármast hoztunk, nagyon jó, és ez az uralkodónő, ez is egy nagy árkánum. Tehát ott, ahol nagy árkánum van, az biztos, hogy jelentős jelentős szektor. Tehát ezek az ütős kártyák, nagy ártánom, az uralkodónő. Ó, az uralkodónő, maga ez a szó milyen csodálatos. Mennyire elégedett magával ez, a, ez az uralkodónő. Megvan mindene? Tehát ő uralkodik. Ő lesz a győztes. Ő lesz a nyertes. Ha netán van egy konfliktusunk, például a szomszédokkal, vagy a testvérekkel, hmm. Uralkodónők, uralkodók leszünk, mi leszünk a győztesek ebben a konfliktusban. Lehet, hogy valaki utazik, akkor nagyon jól fogja érezni magát a kos ezen az utazáson. Mert az uralkodónő maga a komfort. Tehát ő nem megy olyan helyre, ahol rosszul érzi magát ahol nem komfortosan érzi magát. Nem lesz olyan társaságban, ami neki nem komfortos. Ez nagyon, ez maga a kényeztetés, a szeretet. Tehát ez egy győztes kártya, megint csak lehet, hogy valaki vizsgázni fog, mert ugye a tanulás ide tartozik, akkor bárható a siker. Négyes ház, az otthonunk, a családunk ide tartozik, Ó, oh, a családkártyáját kihúztuk, zseniális. És milyen kártya ez? Tízes. Érmék, nagyon erős kártya. A jólét, a bőség, a pénz. Hát itt van pénz. Van pénz. Igen, kettő darab, nagyon. Nem kettő darab, három darab. Nagyon jó kártyát húztunk. Egy, kettő, három. Mind a három kártya mutat pénzt, mutat bőséget. Mind a három kártya. Ez lehet lakásvásárlás. Vagy lehet, hogy átköltözünk egy egy nagyobb lakásba. Még ha az albérlet is, akkor is az komfortosabb lesz nekünk. Jobb lesz nekünk. Uh -huh. Bővülhet a családunk. Születhet gyermek, unoka, vagy megnősülhet a, az unokánk például, vagy férhez megy a lányunk, tehát itt bővül a család, a családi vállalkozás, ó, az is sikeres. Nagyon jó. Fontos ház, az egyes, a négyes, a hetes és a tízes a legfontosabbak, igen. Megyünk tovább, az ötös ház, Hmm. Minden, ami boldogá tesz minket, az az ötös házhoz tartozik, a lottónyeremény, a szerelem, a romantika, a gyermekek, az utazás, a szórakozás, a hobbi. Hármas, nagyon jó, botok, tűzenergiát kaptunk, a ti energiátok, nagyon jó, nagyon. már hiányoltam ezt a tűzenergiát, ha bár tűzenergiával aha nem. Hatalmas tűzenergiával kezdtünk, de ez a kártya is jó kis, kis előrehaladást. Tehát itt lesznek lehetőségek, előrehaladást mutat ez a kártya. Uh -huh. Valamilyen szerencse várható, valamilyen kellemes dolog várható, valamilyen csodálatos fordulat várható ezen a területen. Ha a szerelem lesz, akkor lesz ott, tűz lesz ott, szenvedély, bőségesen. Megyünk tovább. Hatos ház, tehát a hatos szektor, maga a munka, az egészség. Uh -huh. Hát a házi állatok is ide tartoznak ehhez a szektorhoz. Egészség, betegség, kórház is. Tehát ez a ház egy picit nehezebb. Kaptunk egy csodálatos kártyát, megint csak nagy Árkánum, tehát fontos kártya, és ez maga a remete. Hát az egészség ide tartozik, az egészségünk vizsgálata. Tehát kutakodni valamiben, kutakodni például a szervezetünkben. Mi van ott? Minden rendben van, vagy nem? Mhm. Uh -huh. Tehát tökéletes kártya. Erre a szektorra jó. Tehát lehet, hogy valakinek érdemes ebben az évben elmenni orvoshoz, főleg, hogyha mm, húzódott ez a, ez a dolog. Ugye nem szeretünk orvoshoz járni, de lehet, hogy itt az idő. Itt az idő elmenni, és picit kivizsgálni magunkat, kicsit belekukkantani, kukkantani, hogy minden rendben van, de ha tudjuk, hogy van egy probléma, akkor, akkor orvosolni úgymond ezt a problémát. A titok még ehhez a kártyához tartozik. Tehát itt kiderülhet valami. Valami, ami az egészségünkkel kapcsolatos, vagy ugye ez a szektor maga a munka. Maga a munka. Tehát a, munkával kapcsolatos valami kiderülhet. Amit még szeretnék mondani, ugye ez a kártya az elvonulást mutatja, az elszigetelődést egy picit mutatja, azért ez a kártyához is hozzá tartoznak a, a kórházok, ugye az is egy elszigetelt hely, és a hatos szektor is maga a kórházak. De lehet, hogy egy olyan munkahelyünk lesz, ami, ami, ami például kórház vagy egy olyan helyen fogunk dolgozni, ami egy picit elszigetelt, ez lehet bármi, lehet akár börtön is, tehát itt most pozitív értelemben mondom ezt, lehet ez egy hajó, ugye az is egy elszigetelt hely. Nos, remélem látszanak a kártyák. Nos, megyünk tovább. Hetes szektor. Hetes. Itt vagyok én, ez egyes szektor, és velem szemben ott van a hetes szektor. A partnerek, a házastársak oda tartoznak, az üzleti partnerek, bárki, akivel valamilyen partneri viszonyban vagyunk, valamit intézünk. Jó, ez a hetes szektor. Fontos mindenkinek. De itt főleg fontos, mert az egyes szektor, ugye ez most maga a kos, hiszen az északi karmikus csomó, ugye érinti ezt a szektort, és vele szemben van a déli karmikus csomó. A déli karmikus csomó most a mérlekben van. Egymásra hatnak ezek a szektorok, tehát ez a tengely most működik egész évben, 2024-ben. Tehát ez a hetes szektor nagyon fontos, főleg nagyon fontos lesz a holdfogyatkoz holdfogyatkozáskor, igen, holdfogyatkozáskor, március 25-én. Na nézzük, na nézzük. Az egyes szektor nagyon-nagyon nagy szenvedét kapott. Na mi van itt? Ó, ez is nagy árkánom. Az erő. Nem semmi, az erő. Micsoda kártyák? Egyes szektor az erő is, mert az ördög, ó, itt van erő. Itt van erő. És nyolcas, ez is erő. Mi a különbség? Mi a különbség? Nagyon örülök, hogy egy ilyen páros jött ki, ritkán szokott kérni. Ez inkább fizikai erő. Ez lehet nyomás, ez lehet manipuláció. Ez viszont finom erő, ez puha erő. Tehát a finomságunkkal, a, a tudásunkkal, az intelligenciánkkal legyőzhetjük a problémákat. Megoldunk konfliktusokat. Jó, meg tudjuk beszélni a dolgokat. Nagyon jó. Nagyon jó. A hetes szektor egyébként a, az ellenség is ide tartozik. Tehát le tudjuk győzni az ellenséget, ahhoz nem kell lesz erő, hanem finoman, finoman, okosan. Hanetán, hanetán belekeveredünk egy olyan kapcsolatba, ami hm, lehet, hogy lesz benne szenvedély, de viszont ez toxikus lesz, vagy, vagy a partnerünk egyszerűen nyomást okozhat ránk, akkor lesz erőnk megszabadulni ettől a kapcsolattól. Tehát lesz erőnk megszabadulni mindentől, ami toxikus, mindentől, ami oda láncol minket valami, hát nem kellemes dologhoz, jó? Tehát lesz erőnk megszabadulni például a a, cigarettától, vagy az alkoholtól megszabadulni, vagy egy toxikus párkapcsolattól, vagy egy toxikus munkahelytől. Hm, megyünk tovább. Nyolcas szektor, nyolcas ház. Nyolcas. Uh -huh. Ez az élet és a halál háza. Ez a nagy pénz. Ó, a nagy pénz ide tartozik ami nem a miénk mégis a rendelkezésünkre áll, misztikus ház, misztikus szektor, hetest kaptunk, meg kell ezt magunkat védeni. Itt lehet látni a kártyán is, hogy védekeznek, megvédik magukat, ugye? Uh -huh. Ott az árvíz. Tehát ezen a területen meg kell ezt magunkat védeni. A nagy pénz például az örökség ide tartozik, tehát lehet, hogy meg kell lesz küzdeni ezért az örökségért, vagy újra bebizonyítani, hogy az nekünk jár. A kilences szektor, a kilences szektor maga a távoli földek, a külföld, inkább ezt mondom, a külföld ide tartozik, a tanulás, a felsőfokú oktatás inkább ide tartozik, a jogi ügyek ide tartoznak. A vallás ide tartozik. Tehát itt mi várható? Ó, valamilyen küzdés. A hetes után itt az ötös. Tűzenergia egyébként mind a kettő tűzenergia a ti energiátok. Itt lehet tanulunk. Igen, tehát ez egy küzdés, ugye? Vizsga, ez egy küzdés. Például ki akarunk menni külföldre dolgozni például. Meg kell küzdeni azért a helyért. jogi ügyek, bírósági ügyek, ugye, ott is lehet valamilyen küzdés. Valamilyen küzdés. Óvatosan, mert a szekták is azért ide tartoznak ehhez a szektorhoz. Lehet, hogy valaki, hát, be akar minket vonzani ebbe a dologba. Óvatosan. Tízes szektor, tízes ház, megint egy fontos ház, ugye, ahogy mondtam, egyes, hetes, négyes, tízes. A polútó a tízes szektort érinti a legnagyobb erő. A polútó január 22-ig lesz ebben a tízes szektorban, utána még visszajön, szeptember 2 től november 20-áig még érintett lesz ez a tízes szektor. A karrier, a státusz ide tartozik. És a Plutó, igen, meg tudja változtatni az, az, életünket komolyan. És egészen 2008 óta a tízes szektort érinti a Plutó. Nyolcas, nyolcas. Itt valami lehet, hogy véget ér. Valami végre befejeződik. Végre. Lehet, hogy azt fogjuk mondani, hogy jaj, de jó. Jaj, de jó. Vagy még mondom, szeptember másodikától még visszatérhet egy bizonyos probléma, ami ezt a területet érinti. A karrier, a státusz, jó? lehet, hogy nyugdíjba akarunk menni, de ott még ö, valamilyen dokumentum hiányzik, még, még valamibe belekötnek. Ugye a kardok, kardok, nyolcas kardok, kardok azok dokumentumok. A korlátozás kártyája is például. A korlátozás kártyája is. Aha, tehát valamilyen kis akadály itt még lehet ezen a területen. Megyünk tovább. 11-es szektor. Nos, január, január 22-től a Plutó a 11-es szektorba fog belépni. A 11-es szektor viszont az eredmények szektora. Amiért itt a tízes házban dolgoztunk, 2008 óta akár, itt megkapjuk az eredményt. Ráadásul, ráadásul a 11-es szektor érintett lesz májusban, májusban, mert ott lesz egy stélium, amikor több bolygó, több mint négy bolygó összegyűl egy jegyben, és ez május 15-től 20-áig, Uh -huh. és amit szeretnék mondani, más, nem, nem, bocsánat, nem a májusi sztélium, a februári sztélium a 11-es szektort fogja érinteni a, a kosoknál, és itt a Vénusz, a Mars, a Plutó és a Merkur, tehát négy bolygóról van szó. 11-es szektor, tehát az eredmények. 11-es szektor maga az álmaink, itt valami valóra válhat. 11-es szektor az internet, a csoportok, a barátok. Jó, tehát a várható valamilyen szerencse. Nos, milyen kártyát húztunk, nagyárkánum? A torony. A torony maga a rombolás. A toronynak is van, pozitív oldala ugyanúgy, mint az ördögnek. Na most lehet, hogy itt végre megszabadulunk valamitől vagy valakitől. Egy bizonyos csoporttól például. Jó? Akár visszatérek egy szektától. Vagy egy bizonyos csoporttól, egy bizonyos baráti körtől, akik hát, toxikusak. Kész. Ilyen is lehet. Tehát valamilyen hirtelen, váratlan esemény lehet. Vagy lehet, hogy eddig féltünk megtenni valamit, például dolgozni az interneten, az interneten pénzt keresni. Akkor most ezt leromboljuk, ezt a félelmet, és elkezdünk dolgozni. Vagy eddig egy álmunk valamiért nem tudott megvalósulni. Kész. Hirtelen ez véget ér. Hirtelen, váratlanul. Teljesül az álmunk. Véget ér ez a bizonyos siker, sikertelen sorozat. Hm? Érdekes. 12-es szektor. Na nézzük csak. 12-es szektor a Neptunusz és a Szaturnusz a 12-es szektort érinti. Ez az utolsó szektor, nagyon mély szektor. A távoli földek ide tartoznak, a titkok ide tartoznak, jó? az ezotéria ide tartozik, az öngyógyítás egyébként is. És a holdfogyatkozás, ami, ami szeptemberben lesz, szeptember 18-án a 12-es szektort fogja érinteni. Na nézzük, csak nagyon misztikus ez a szektor, de valamilyen kellemes dolog várható itt, valamilyen kellemes dolog, már úton van, lovag, érmék, valami már úton van, valami lovagol hozzánk, valamilyen érték. Ez lehet pénz. Egyébként ez a szektor nagy pénzt szokott mutatni. Örökséget szokott mutatni ez a szektor például. Ez a kártya mutat utazást, költözést, és a 12-es szektor bizony, hogy érinti a távoli földeket, az, emigrációt érinti. Ez is megtörténhet. A 12-es szektor maga az elszigetelt hely, mint pozitív, mint negatív. Pozitív. Pihenhetünk, nyaralhatunk például egy szigeten. Vagy egy hajón, ugye egy körutazásunk lehet, vagy meglátogatunk olyan szent helyeket. Szent helyek, ugye? Egy kolostor, az is ugye elszigetelt hely. Ami negatív, ami negatív például a kórháza börtön, ugye ez is elszigetelt hely. De viszont érmék, érmék, nagyon pozitív kártyát kaptunk, tehát itt valamilyen értékes dolog várható, jó dolog várható. Nos, plusz információt kérünk szépen. Plusz információt. Ó, érmék, érmék, valamilyen új lehetőség várható mert ez apród, ez új lehetőség, érmék, ez viszont elsősorban pénz. És itt nagyon erős a kettes szektor, a pénzes szektor. Nagyon erős. Új lehetőség, valamilyen új pénzt szerezni, új munka, prémium, de pénz áll a házhoz. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!